Négy kontinens mintegy 30 országában rendezik meg évről évre a házasság hetét. Ennek apropóján a Központi Statisztikai Hivatal adatösszegzést tett közzé. Abból kiderül, hogy az elmúlt évtizedek mélypontját a 2010-es év jelentette, akkor egy év alatt 35.520 pár járult anyakönyvvezető elé, 2016 első 11 hónapjában már közel 49.000-en kötöttek házasságot, ez a szám a decemberi adatok nélkül is több, mint a 2015-ös egész évi adat. A házasságkötések száma egy az 2015-ös évhez képest a nyíregyházi lakosok tekintetében 15%-os emelkedést mutat. Ez az események számában nem 15%, ez attól valamelyest kevesebb, hiszen egy házasságot egy férfi és egy nő köt, azaz egy esemény két személyt takar. 2011-től 2016. december 31-ig pedig egy folyamatos emelkedésről beszélhetünk. A házasság hete alkalmából Nyíregyházán a Sóstói tó mellett adták át a házaspárok útját. 16 megállónál különböző szövegű táblákat követhetnek végig a szerelmesek. A házaspárok útja az 16 stációból áll, és a házas élet különböző szakaszait dolgozza fel. Bibliai idézetek és beszélgetésre ösztönző kérdések azok, amelyekkel találkozhatnak a stációt végigjáró házaspárok, segítve ezzel a házas életük feladatait, problémás helyzeteit és a gyermeknevelést. A stációkat örökbe is lehetett fogadni, Fekete Sándor és Rieder Rita 7 év házasság után döntöttek úgy, hogy a nyíregyházi kezdeményezés mellé állnak. Ők ezt az állomást fogadták örökbe. Amikor meghallottuk ezt a kezdeményezést, és elolvastuk az összes stációt és a hozzátartozó állomásnak az elnevezését, akkor a férjemmel, amikor átolvastuk, akkor a hármas stáció ragadott meg minket első hallásra, mely az életet adunk, életet kapunk stáció, és ezt azért is tartjuk nagyon fontosnak, mert három gyermeket nevelünk, és a gyermekáldás fontossága az most a mi életünkben a legfontosabb. A KSH közzétette az első esküvő időpontjának változásait is, az átlagos életkor a házasságkötés szempontjából másfél évtized alatt 5 éves emelkedést mutat, hiszen míg 2000-ben a férfiak átlagosan 27, a nők pedig 24-25 évesen álltak oltár elé, 2015-ben a férfiak több mint 32, a nők pedig közel 30 éves korukban szánták el magukat a házasságra.